úgy gondolom, hogy kellő erővel tudtam bizonyítani az önök számára, hogy mind elvisíkon, mind gyakorlati szinten és nemzetközi szinten is támogatásra talál ez a törvényjavaslat. Ezért arra kérném képviselő társaimat is, hogy ezt tegyék önök is majd a parlament munkájuk során. Köszönöm szépen, hogy szólhattam önöknek. Felszólása következik. Szekeres Imre képviselő úr, MSZP. Öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társaim! Itt és most az elmúlt percekben két egymástól lényegesen eltérő ismertetését hallottunk a ma működő jegybank törvénynek. Rogán képviselő úr azt mondta, hogy a kormány kezében van a négy nem tisztségkiviselő jelölése, kijelölése és megbízása. Tacsó képviselő úr pedig elmondta, hogy a ma érvényes jegybank törvényben a miniszterelnök kettőt jelöl, akivel a jegybank elnökének egyet kell értenie, másik kettőt a jegybank elnöke, akivel a miniszterelnöknek kell egyet értenie. Nincs tehát szó arról a ma érvényes jegybank törvényben, hogy a kormány kezében lenne csak a jelölés joga. Egy. Kettő. Egyikőjük se említette, hogy a ma érvényes törvény alapján az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága szavazással mond véleményt a jelöltekről, és egyikőjük sem említette, hogy a teljesen szuverén, korábban teljesen szuverén és önálló köztársasági elnök hozza meg a végleges döntést. Tehát a ma érvényes jegybank törvény alapján a kormánynak, a jegybank elnökének, a Magyarországgyűlésnek és a köztársasági elnöknek van szerepe. Ezzel szemben az a javaslat, ami itt fekszik, ekkörül a négy szereplő közül tulajdonképpen formálisan egyet hagy meg az országgyűlést, pontosabban annak a kormánypárti többségét, vagyis egyoldalúvá teszi mind a jelölési folyamatot, mind a kiválasztást. Ráadásul elkövet az a módosítás még egy nagyon fontos változtatást is, nevezetesen nem írja elő a jelöltek meghallgatását. Magyar Országgyűlésnek tehát úgy kell majd döntenie, hogy a Gazdasági és Informatikai Bizottság kormánypárti többsége által meg sem hallgatott szakmai és monetáris elképzeléseiről nem ismert személyeket kell itt majd a testületnek, magának az országgyűlésnek egy szavazással jóvá hagynia. Ezért gondolom azt, hogy álságos az érvelés. Itt nem arról van szó, hogy nagyobb lesz a függetlensége a jegybanknak, hanem pontosan az következik be, nagyon világos és nagyon egyértelmű céllal, hogy a kormánytól függésbe kerüljön legalábbis a monetáris tanács. Hallottuk azt is, hogy miért. Dancsó képviselő nagyon korrekten és világosan elmondta, mert nem értettek egyet azzal a jegybanki politikával, a monetáris tanácsnak azzal a politikájával, amit eddig követett. Szeretném világossá tenni, hogy ilyen viták értelmesek és fontosak, csak hogy ezt soha nem a nyilvánosság előtt folytatják le, mert azok, akik Magyarországot minősítik, tőlünk teljesen függetlenül, ebből azt a következtetést mondják le, hogy Magyarországon nincsen összhang a kormány és a jegybank között, és ezért rendkívül magas árat fizet az ország. Meg szeretném tehát ismételni, hogy nem csupán szervezeti, nem csupán jelölési, nem csupán döntési feladatok megváltoztatásáról van szó, hanem annál jóval többről. Azt gondolom tehát, hogy ebben a helyzetben még azt is hozzátéve ennek a jelölési folyamatnak, amelyet Nyikos képviselő úr említett, ami haba tortán, hogy nem a Költségvetési Bizottság teszi meg ezt a formális jelölést, világosan mutatja a szándékot, nevezetesen, hogy változtatásra készülnek önök a monetáris politikában. Változtatásra készülnek önök, és ez nagy mértékben veszélyeztetheti Magyarország a forint árstabilitását, és nagy mértékben veszélyeztetheti azokat az infláció csökkentő célokat, amely az egész társadalomnak, az egész magyar gazdaságnak az érdeke. Szeretném itt és most elmondani önöknek, hogy bármilyen szakmai vitám is voltak személy szerint a monetáris tanács egyes tagjaival, elismeréssel tartozunk az ő munkájukért, mert az elmúlt 6 évben nagyon tisztességesen, figyelve a magyar gazdaság növekedésének és az infláció csökkentésének szempontjait, tisztességes és korrekt munkát végeztek, és szeretném azt is megerősíteni, hogy nagy szerepük volt abban, hogy 2008 őszén a gazdasági világválság során Magyarország talpon tudott maradni. Azt hiszem, hogy az ő szakértelmüknek elismeréssel tartozunk. Szeretném azt is világossá tenni, hogy az, amit az elmúlt hónapokban tapasztaltunk,
hogy a monetáris politikai döntéseket a kormány megkérdőjelezi a nyilvánosság előtt, ezek rendkívül károsak, és azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben elkerülendők. Ugyancsak erre utaltak egyébként olyan hírek, hogy a kormány az infláció cél emelését tervezi. Fontosnak tartottam, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr cáfolt ezt a kijelentést. Remélem, hogy ezt a programját tartani is fogja. Szeretném önöknek elmondani azt is, világossá tenni, hogy a monetáris politika csak rendszerben működhet, olyan rendszerben, amely átlátható, és amelynek a döntési elvei előre meghirdetett viselkedési szabályok alapján születnek. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az új összetételben milyen monetáris politikát követ, hogyan alakítja a kamatszintet, és ez milyen hatást gyakorol majd a gazdasági növekedésre. Ez annál is inkább fontos, mert erős kétségeim vannak a gazdasági növekedés elérhető magas mértékét illetően. Ugyanis az elmúlt hónapok során született kormányzati lépések nyomán romlottak ezek a potenciális növekedési lehetőségeink. Az átalakítások egyáltalán nem segítették a munkahelyi teremtést, sem a tőkebeáramlást. A kormányváltás óta a kockázati felárak jelentősen megemelkedtek, amelyet tovább emel a növekvő aggodalom a költségvetés egyensúlyának fenntarthatóságával kapcsolatban. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a kormányváltás időszakának az elején a kockázati megítélés számszaki mutatói nagyjából Közép-Kelet-Európában azonosak voltak, a magyar átlag nagyjából megfelelt ennek a regionális átlagnak. Azóta azonban az útjaink szétváltak, ketté váltak. A magyarországi befektetések csak a megnövekedett kockázatokat kompenzáló jelentős többlethozam felkínálása mellett valósulnak meg. Sajnos a befektetők csak a korábbiaknál érdemlegesen magasabb megtérülés reményében hozzák tőkéjüket Magyarországra. És az is világos, hogy mivel a pénzügyi piacokon elérhető hozam és a reál beruházások hozama tartósan nem szakadhat el egymástól, azok a beruházások, amelyek ezt a megemelkedett megtérülést nem érik el, nem fognak Magyarországon megvalósulni. Emiatt a kapacitások oldaláról nézve is a korábbinál határozottan kedvezőtlenebbé váltak a középtávú növekedési kilátásaink. Tisztelt képviselőtársaim, világos, bár nem beszélt róla a miniszterelnök úr, hogy a kormány mindent elkövet az egyébként a saját maga által elvesztett bizalom visszaszerzéséhez, így az egy hónappal ezelőtti költségvetésüket már most módosították egy 250 milliárd forintos puffer létrehozatalával. Kérdés persze, hogy ez a tartalék mire lesz elegendő, és ugyancsak kérdés, hogy milyen hatása van annak a kormányzati döntésnek, hogy például a rendőrségtől 35 milliárdot forintot vesznek el, vagy a közmunkát lehetetlenítik el. Kérdés az is, hogy milyen következménye van annak, hogy 12 év óta a legnagyobb államháztartási hiányt produkálta januárban a kormány. A bizalom visszatérését nem segítik elő az olyan intézkedések, amelyek itt vannak a parlament előtt, amelyben független intézményeket próbálnak korlátozni. Főleg akkor teszi mindezt a kormány, amikor a lehető legnagyobb szükség volna az árstabilitás fenntartására, a Maastrichti kritériumoknak történő minél előbbi megfelelése és az euró övezeti tagállamokkal történő legszorosabb gazdaságpolitikai együttműködésre. Szeretném önöknek elmondani, hogy elfogadhatatlannak tartjuk az Orbán kormánynak azt az álláspontját, hogy Magyarország 2020 előtt nem csatlakozhat a közös pénzt használó országokhoz, hogy nem vezethetjük be az eurót. A 10 nappal ezelőtt történt események alapján ugyanis egy kétsebességes Európai Unió képe kezd kirajzolódni, amelyben a közös pénzt használó országok szorosabb gazdaságpolitikai együttműködést fognak majd megvalósítani. Úgy látszik egyébként, hogy ez a folyamat kicsúszik az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Magyarország kormányának kezei közül. És nem csak azért, mert Brüsszel nem Moszkva, hanem azért is, mert Magyarország nem maradhat ezen a klubon kívül. Magyarország ma már része az euróvezetnek, hiszen a magyar gazdaság már a közös pénzt használja. Nem tudom, hogy ismerik-e önök azt a számot, hogy a magyar vállalkozások és vállalatok hitelállományának 80%-a már euróban van. Annak a hitelnek, amely megfelel a magyar egyéves össznemzeti termék mértékének. Ez azt jelenti,
hogy ennek a kötöttségnek, ennek a lehetőségnek a védekező mechanizmusait is meg kell teremteni Magyarország számára. Ezért változatlanul nemzeti érdek az euró mielőbbi bevezetése. Tisztelt képviselőtársaim, azt szeretném javasolni önöknek, hogy fontolják meg még egyszer ezt a változtatást. Szeretném mondani, hogy rosszra fog vezetni, és nagyon nagy árat fog érte fizetni Magyarország. Köszönöm a figyelmüket. 2 perces reagálása következik. Kupcsok Lajos, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. év 58-as törvény módosítása kapcsán imént elhangzottakhoz szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni. A tervezett törvénymódosítás a monetáris tanács döntéseinek megalapozottságát kívánja segíteni. A tervezett módosítás megfelel az európai normáknak, közeledést jelent az EU gyakorlata felé. A tervezet erősíti az országgyűlés szerepét, ezen keresztül erősíti a népképviselet érvényesülésének elvét. A monetáris politikát a monetáris tanács irányítja. A tanács tagjaitól a jegybanktörvény megköveteli a kiemelkedő elméleti, illetve gyakorlati szakmai ismereteket a monetáris, a pénzügyi, a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben. A módosítási javaslat szerint az MNB elnök és alelnökök kivételével a monetáris tanács tagjait a jövőben az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága javaslatára az Országgyűlés választja meg és menti fel. A javaslat a közfeladat ellátásának hatékonyságát a jegybanktörvény lehető legkisebb mértékű változtatásával kívánja elérni. A közös európai fizetőeszköz használatára át nem tért államok önálló monetáris politikájának alakításáért felelős jegybanki szervek tagjainak kiválasztásában számos európai államban a parlament játszik fontos szerepet. Mint elhangzott az expozéban, ilyen gyakorlatot találhatunk a Baltikumtól a Balkánig, de Svédországban, Lengyelországban és Romániában is. Összegezve, az előterjesztés a monetáris tanács függetlenségét nem veszélyezteti, ellenkezőleg erősíti. EU-konform a szabályozás jellege. Érdemi kifogás nem érte az Európai Központi Bank részéről sem. És végezetül hagy idézzek az LKB leveléből. Amint azt a korábbi LKB vélemények is megemlítik 2007-ből és 2008-ból, a hitel és monetáris politika az inflációs várakozások irányításának és az árstabilitás irányába ható fenntartható konvergencia elősegítésének kulcsfontosságú feltétele. A stabil intézményi környezetben működő független központi bank alkotja monetáris politika hitelességének alapját. Ez az előterjesztés ilyen. Két perces reagálásra, reményem szerint valóban reagálásra következik Dancsó József, a Fidesz képviselője. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Szekeres képviselő úr aggodalmaira. Hát hosszan lehetne reagálni, de én csak egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni. Képviselő úr aggódik, és kifejezi azt, hogy mennyire elkötelezettek az euró bevezetésével kapcsolatosan. Szeretném képviselő úr figyelmét fölhívni. Önök voltak azok az elmúlt 8 évben, akik folyamatosan újabbnál újabb időpontokat jelöltek ki arra, hogy majd ekkor, meg akkor, meg következő időpontban biztosan fogunk már csatlakozni az euróhoz, és most olyan messzire vagyunk az eurózónától, hogy nem is látjuk én még ennek a lehetőségét. Miért van ez, képviselő úr? Elsősorban azért, mert a Maastrichti kritériumokat nem tudjuk teljesíteni. És miért nem tudjuk teljesíteni, képviselő úr? Azért, mert többek között az egyik ilyen kritérium az államadósságnak a mértéke, és az önök kormányzása alatt sikerült ezt csak nem 80%-ra föltornázni, és nyilván ön előtt is ismert, nem feltételezem, hogy nem ismert, hogy ez a kritérium most 60%. Tehát olyan messzire vagyunk még ettől a 60%-tól az államadósság vonatkozásában a GDP-hez viszonyítva, hogy belátható időn belül nem tudunk, nem azért, mert nem szeretnénk csatlakozni, hanem azért, mert nem tudunk, képviselő úr. És ez sajnos az önök tevékenysége miatt következett be. Tehát amikor kifejezi az aggodalmát, hogy az euró csatlakozás elmaradása miatt, vagy legalábbis belátható időn belül nem csatlakozás miatt, akkor, hogyha önkritikus lett volna, képviselő úr, akkor ezzel kezdi, és ezt mondja el, hogy sajnos a szocialista párt tevékenysége nem tette lehetővé azt, hogy belátható időn belül az euróövezethez tudjunk csatlakozni. Ekkor lett volna, úgy gondolom, hogy egyértelmű, korrekt és világos a megfogalmazása. Köszönöm szépen. 2 perces felszólása következik, Göndör István, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
kértem normál hozzászólásra is lehetőséget, ott arról beszélek csak az, amiről Dancsó képviselő úr beszélt. Képviselő úr, legalább itt a házba, egymás között, ismerje már el, hogy egyedül az államadósság kérdése az, amivel probléma van, és az államadósság csökkenő tendencia. Tehát az, amikor ön azt mondja, hogy belátható időn belül nem, képviselők, lehet nyugodtan zajongani, én akkor is azt mondom, hogy a konszolidáció első lépését a bajnai kormány tette meg. Az, amiben önök most próbáltak fürdőzni az államháztartási egyensúlyba, az a bajnai kormány munkájának az eredménye. Tehát a belátható idő az megvolt, képviselő úr. Most viszont 2020 után van. Ez már tényleg nem belátható. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Két perces felszólásra következik Babák Mihály, a Fidesz képviselője. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt ház? Ha az ember különben a szocialistákat hallgatja, akkor depressziósá válna, ha nem tudná az igazságot. De hölgyek urak, a szocialistáknak a memóriája szelektív. Elfeledkeznek arról, hogy 8 éven át kormányoztak. Kedves Szekeres miniszter úr, ön a kormány tagja volt. Hát miért nem tett ahhoz arról, hogy az euróvezethez csatlakozzunk? Most okos, mikor megbuktak? Elnyes Szekeres úr, úgy gondolom, hogy akkor kellett okosnak lenni, amikor kormányon voltak. Azt mondja, hogy mi az euróvezet tagjai vagyunk. Miről tetszik beszélni? Milyen tagság az, ahol nincs euró? Önök ezt szépen elhasztották. Azt mondja Göndör képviselőtársam, hogy csak az államadósság mértéke a gond csak. Ő neki csak, mikor ez az ország romokban áll. Eladósult, hogy a dédunokáik is fizetni fogják. Ez neki csak. Hölgyek urak, hát ez normális dolog? Van képük ilyeneket mondani? Mikor tönkretették az országot, hitevesztett ország lett, eladósodtunk? Akkor mernek ilyet mondani, hogy csak? Hát szégyen, hölgyek urak! Azt mondja Szekeres úr, hogy ez túlhatalom, egyoldalú és sok egyéb más monetáris tanács tagjainak jelöléséről van szó, és választásáról. Mit mondtam én? A parlament primátusa. Mi a legfőbb hatalom? A törvényhozás, még Montesquieu szerint is. Hölgyek urak, ezek szerint különben dilettánsak Lengyelországban, Svédországban, Lettországban, mindenhol ilyen fasisztoid hajlamúak, mint mi vagyunk? Ilyen túlhatalmúak? Hát miről beszélnek maguk? Beszélek már egyszer értelmesen, és szégyeljék el magukat. Sőt, az egész országtól kérek bocsánatot. Köszönöm ennek, hogy szólhattam. Megadom a szót Józsa Istvánnak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon örülök, hogy Babák Mihály képviselőtársam bocsánatot kért a nemzettől. Van is rá oka. Van rá oka, ugyanis ha valaki ilyen alapvető közgazdasági összefüggéssel nincs tisztába, miközben 100 éve tagja a Költségvetési Bizottságnak, akkor kérjen bocsánatot, ugyanis az hangzott el a vezérszónoki előadásban, hogy gyakorlatilag Magyarország olyan szorosan kötődik az euróövezethez, minthogyha tagja lenne. Tehát, hogyha önök elkezdik lengetni a forintot, beleavatkoznak a monetáris politikába, mint ahogy a görög válság emlegetésével beavatkoztak, akkor nem csak bocsánatot kell kérni, hanem nagyon magukba szállni, hogy ne csináljanak ilyet, mert kárt okoz. Tehát amikor megemeli a hangját, és ilyen szép tagoltan beszél a 8 évről, akkor tessék gondolni erre a 10-re is, meg arra a 3,5-re, ami ezután jön, hogy felelősen, szépen, európai államhoz méltóan jó gazdaságpolitikát csináljanak. Nem lehet megélni abból, hogy hátrafelé mutogatnak, nézzenek előre, és normálisan viselkedjenek a parlamentbe is. Köszönöm szépen! A párbaj folytatódik. Dancsó József, a Fidesz képviselője következik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az általam igen nagyra tisztelt Göndör képviselő úrnak szeretném elmondani, hogy talán ön is tudja, és feltételezem, hogy tudja, és akkor meg arra kérem, hogy pontosan
idézen dolgokat az euróhoz való csatlakozás kapcsán. Ugye három feltételnek egyszerre kell megfelelni az euróhoz való csatlakozás kapcsán. Három az, amit nagyon figyelnek, az infláció, a költségvetési hiány és az államadósság.